Sziasztok, Sany vagyok, FTV játszok, Dario 20 1.7.10 modpakkal, ez a 20. epizódom. A 20. epizódban én azt terveztem, hogy bemutatom a többiek bázisát, úgyhogy a tulajdonosa bemutatja. Tehát végigmentem volna szép sorba mindenkinek a bázisán, és akkor fent lett volna az illető, az bemutatja a bázisát. Na, ezt azért nem csinálom meg, mert kihalt a szerver. Egyedül vagyok fenn a szerveren. Most nincs senki se fent. Az is gond, hogy hétköznap van, meg egyes emberek már ritkán járnak fel. A halálütes szokott feljárni esténként. Proskai, ő sincs most fent. Dondoragó az, hát már régen beláttam, Kacsát egyáltalán már nincs a szerveren. Laci, az is ritkán jár fel. Flóbert is nagyon ritkán láttam, Bakam. Az csak hétvégenként szokott. Tegnap életben fenn volt. Styler is csak hétvégenként, meg akkor, amikor ráér. Ja, Laci megint elköltözött, Proszka is elköltözött. Amadeus, hát őt is már két hete nem láttam a szerveren. Úgyhogy mivel nincsenek fent, nem akarok így a bázisukra bemenni. Majd ha esetleg jönnek fel, akkor ilyen kisebb epizódokban, amikor fenn vannak, akkor oda megyek hozzájuk, bemutatják a területüket, és akkor azt össze fogom vágni, és akkor majd egy részben majd kiadom. Hát most éppen nem egy darab moddal akarok foglalkozni, mint például voltak a pneumatos, kraftos, meg az enderiós részek. Itt még mindig nem fejeztem be az ajtót, meg nincsenek még lámpák, még mindig a fáklyák vannak lerakva, meg tele van cobblestone, mert nem tudom hova rakni sok cobblestone-t. Vannak ilyen sok kis apróságok, meg a enderiós farmot nem fejeztem be, csak az egyik van lerakva. Ilyen kis apróságokat akarom megcsinálni most az elkövetkezendő pár részben. Látjátok, megtelt teljesen a chestem. Csak cobblestone-nal nem tudnak jönni az ércek befele. Ezt úgy fogom megcsinálni, hogy ezeket a cobblestone-okat kivezetem innen. Ja, kétfajta megoldásban gondolkoztam, megcsinálom Deep Storage-ba, belerakom, és akkor nem tudom, rengeteget bele lehet rakni. Az az egyik megoldás, emellett nem is drága receptje, rá is nézek egy receptet. De jó, hogy mindenhol hagytam valamit még. Még még nem látom, na mindegy, kiszerem innen. Említettek már könnyítettek a recepten. Ender Pearl kell hozzá, Ender Eye. Machine Block ahhoz, csak sima. Mi ez? Cobblestone kell, meg plastik. Ezzel lenne az egyik megoldás. A másik, amit alkalmazni is akarok, ezeket lehet, ha berakunk 9-et, kapunk belőle kompresszet cobblestone-t. Jaj. És ha ezt megint berakjuk, ebből egy darabban van 9, ebből meg egy darabban van 81. Ezt mindig így be lehet rakosgatni. És jaj, de jó, nem lehet egy másba rakni. Ja, ez másik fajta volt. És lehet nyugodtan rakosgatni. Nem is tudom, hogy nem a vételengészségig, de Proszka ezt már megcsinálta, ő 1-2-3-4. Ő vagy egy darab cobblestone helyett már 60 ezer darab van benne, ha jól tudom, vagy 10 ezer, nem tudom. Már ő annyira összekompresszálta az egészet, hogy nem is tudom, mit akar belőle csinálni. Ő folyamatosan gyártja az ő épületébe, majd megmutatom, ha fenn lesz, és akkor megmutatja a bázisát. Úgyhogy ezekből kivezetem. Van egy olyan gép, hogy nem?
Ez. Nagyon egyszerű receptje van. Mi ez? Cobblestone. Vagy igen. Kell hozzá egy crafting table, egy piston, meg két vas. Úgyhogy egyszerű kis receptje van. És ez megcsinálja egyből magától. Nem kell külön craft, hát lehetne automatic crafting table-rel is. Nem tudom, hogy az van-e benne, de ez megtetszett ez a megoldás, meg olyan jó kis hangja van. Úgyhogy le is craftolok egy olyat. Mi kellett hozzá? Egy piston, meg cobblestone van nálam, vas. Na nézd, hogy megy a faforma. Már 7 stack fát hozott rövid időn belül. Az előbb, egy 20 perc előtt még csak egy stack volt. Hogy annak is kell lesz majd valami megoldás. Lehet annak is egy ilyen kiégető. Jó. Oké. Okay. Most középre lesz tudom. Mi kellett még hozzá? Egy crafting table. Nézegettem a fákat, lehetne valamelyikkel csizelesen. Jaj. Megmunkálni. Van csizeldel, ezzel a egy darab vas és egy darab stickkel. Lecraftoljuk, nem is kopik el. És lehet mindenfajta szép kis deszkát kihozni belőle. Ezeket nézekedtem, hogy csak a sima okkal, az ilyen redwooddal, meg más fajtával nem tudtam megcsinálni, de majd fogok építkezni. Illetve ha már így mutogatom, akkor csinálni akarnék ilyen blokkokat. Ez olyan, mint a gyárakban szokott lenni a veszélyes területeken. Veszélyes területek mellett, meg nem útvonalon szokott lenni ilyen sárga, fekete, csíkos rész. Mert olyat is akarok csinálni, mit tudom én, valahol a gépek mellett, meg ilyesmi. Ezt úgy kell legyártani, hogy vasakat meg cobblestone, vagy sima kiégetett stone kell, meg vas. Abból az kell, ez kettőt. Csizelből berakjuk, akkor ezt meg ebből ki lehet hozni ezeket. Na, majd olyat is akarok majd csinálni. De most térjünk vissza a cobblestone-nak a eltávolítására, mert nem jön nekem itt semmi kifele. Jó. Na, hogy jártam? Na, hogy csinálom azt a... Csak eltértem a lényegtől. A package-ért. Öt. Ja, nem csináltam crafting table-t, az dolga. Piston ide. Ide kellett a vas. Ennyi kis receptje volt. Ezt valahogy úgy akarom. Én nem tudom, hogy kéne vezetni, hogy item duct-tal el lehet-e húzni. Na, kipróbáljuk. De úgyis itt van lent a... Szevasz! Úgy, de megijedtem, értem, kinéztem. Itt van úgyis a feldolgozó egységem. Na, pont ezért akarok csinálni. Lámpákat, mert itt vannak a mobok. De mit keres itt egy Enderman? Van magnum torcsom, na mindegy. Jó. Ebbe belevezetem. Így már csinálja. És még áram se kell neki. Hát ez nagyon egyszerű.
kipróbáljuk, hogy le tudom-e hozni. Így csak tesztelgetem. Lehet, hogy át fog térni másik fajta kábelre, amiből lehet stackenként adni belefele. De először csak kipróbálom ezzel, kísérletképpen. Nem levenni, hanem mindegy, belegyom a kézzel. Ott tolja az belefelé így is. Így elég lassú, hogy egyesével adagolja. Na igen. Azt hittem más is fog beletomni. Hát mindig úgy látom, van annyi a csőbe, hogy ne tűnjön ebből a cobblestone. Akkor megpróbálom kifele vezetni. Aha, jó, oké. Kell lesz ide valami. Hú, megmaradt nekem egy ilyenem. Ezt bele is rakom. De hogy van egy olcsóbb megoldása is annak, de szerintem most nem fogom alkalmazni, mert van nekem valahol megmaradva. Itt van. Van nálam cobblestone van, hogy betanítsam. Nagyszerű. Azt mondja, hogy ezt berakom így ide. Ezeket kiszedem innen, mert nem ezt kell bele, hanem cobblestone. Ezt innen kiszedjük. És akkor most már csak cobblestone-t fog belefele pakolni. Jó, ezt innen kiütöm. Lehet a sarokba kellett volna rakni. Fogok annyi kábert látni. Na, miért állt le? Ja, megtelt. Jó, ezt most ezt akarom kiszedni. Jó. Ja, most ez jön utána, nem? Na, ide idegesítő. Yeah. Így kemény voltam, hogy egy blokk alatt voltam, nem tud bejönni. Nem, hogy biztos három szívecskémmel meghaltam volna. Na, miért nem szeret ki fel a cuccokat? Remélem, nem csak alulról lehet szedni. De bugos ez a kábel, nem lehet szétütni normálisan. Nem baj, megoldom én így is. Ha alulról jön ki, akkor... Ja, visszakaptam vissza. Jó. Ha alulról jön ki, akkor alulról jön ki. Hol vagy gépezet? Itt vagy. Oké. Oké. Nagyszerű. És szedj is kifele. Nagyszerű. Nem is kellett. Csak akkor alulról lehet kifele szedni. Lehet majd később majd ezeket is behúzom. De mindegy, most az a lényeg, hogy tűnjenek el.
köveim. Ezt keresem. Visszatömjöm a lyukat. Így. Hát nem valami szép látvány, de lefelé meg nem akarok menni, mert akkor már egyből van a szint. Már úgyis rakok még ide, mellé. Valamit. Ja, meg van ilyen. Akár most is meg is csinálhatom, úgyis lámpákat is akarok csinálni. Van egy olyan gép, hogy vagyis menderiós gép, hogy nem printer. Sima printer. Vagy nem? Nem. Egyszerűbb lesz enderiót írni. Amivel blokkokat át tudok színezni, azt keresem. Itt van, Painter. Na, melyek ezt megcraftolom. Na, mindig repülni akarnék. Túljöttem. Itt. Na, hogy állunk itt? Jönnek kifra cuccok? Jönnek bizonyám. Te mélyeskedem kell lesz ide. Hú, ezt is üzélni kéne. Ábrahidálni. Így gyűjtöm egyelőre a méheket, majd később fogok foglalkozni méhekkel. Hát lehet méhekkel, nem is, de fakeresztezéssel mindenféleképpen fogok. Jó, ez tűnjön le innen. Ezt is kiszedem innen. Na, hogy állok a izével? Mindegyik tál van még mindig. Ezzel kell ezt gyorsítani, lehet majd több gépet fogok csinálni. Én nem tudom, melyik hangfájt fogom kirakni. Szerintem az eredetit. Most ami felvettem hangot, és akkor lehet majd hallani a gépet, hogy milyen hangja van. Mert kétfajta hangot veszek fel teljesen is, meg a... Teljesen is veszek fel hangot, meg a játék hangot külön nem tudom, vagy felveszem, meg a hangomat is. Meg a játékot, van ez egy csomag, meg van a teljes hangot, veszem fel. De azon nincs olyan nagy zúgás, csak nincs benne a játékhang. Úgyhogy vagy zúg egy kicsit, de akkor ilyen mélyebbre tudom venni a hangomat. De akkor hallatszik a játékhang, vagy nincs olyan sok zúgás benne. De akkor a játékhang sincs benne. Úgyhogy ezzel szoktam filózni, majd később majd foglalkozok én ezzel. Megvettem az új mikrofont, csak valami a szoftveres hibám van, mert minden három mikrofonom az új. Ez hogy is kell? Sima vas. Akkor meg szilikon. Valahol volt nekem szilikon, de szerintem felhasználtam mindet. Hogy kell szilikont gyártani? Nem. Ezt. Homok. Kléjem nincs. Resztonórom nincsen, csak homok. Jöhet szóba. Miért csinálok szilikont? Várom, hogy legyen 10, azt úgysem megy át a másikba, akkor majd feljövök érte. Jó. Mi kellett még a szemet is kell lesz. Na, de csináltam múltkor, jó? Jól emlékeztem. Szén kellett, vas, meg szilikon. Jó. Akkor ez pontos leszek mellett, akkor ki is tudom venni többit. Nem. Ó,
Ja, de, pont jó. Így kell lenni. Így, meg így. Azt hittem valamit égetni akar. Inkább összeégesse a dolgokat. Az a lényeg. Jó, nekem mennyi kábel kell ebből? Végis ebből a gépből csak egyet csinálok, abból kell 5. Ez sima arany, eddig azt megcsinálom, ezt még ezt lassan égetik is. Ebből van upgrade? Van, mégis olyan lassan megy. Ja, felszívja, akkor jó. Akkor nem baj, ha fent leszek. Szívja már rendesen kifele. Utána dolgoztatom. Elvágtam a kábelt, miért nem szeri adnan át fele? Pedig a rendszerre van kötve. Azt nézem, a többi anyagot miért nem szeri ki. Miért nem minden indul. Na mindegy. Ez maradjon a jövő titka, majd megnézem. Úgy jártam, hogy... Hol jártam? Ezt akarom megcsinálni. Ehhez kellett kopper, arany, redstone. Redstone van nálam. Mit keresnek itt ez sok cucc? Nem igaz. Ahogy itt van 15 szilikon, de mindegy. Ó, ebben van kettő, nagyszerű. Még jó, hogy belenéztem. Most kell nekem egy. Kell nekem vasrács. Az is volt valahol. Itt van. Vas, az lent hagytam. Rendben, itt van most már a kezembe. Igen. Akkor ez megvan, egy darab gyémánt. És csak körbe kell vonni, nem? Kell merőkvarc. Jó, ez a kis hely. Kiszelektálja az anyagokat. Nem is fogok szerintem ember rendszert csinálni, ez nekem annyira bejön. Ilyen retrós. Retro feelinges, hogy nincsen everrendszer, hanem így tárolom az egészet. Lehet majd egy következő fázisban majd lesz. Már azért meg kell csinálni, mert jó nehéz lett maga az emerendszer. Jó, tehetsz ide. Úgyhogy pár részt kenvedni kell azzal is. Jó, megvan ez. Először is lámpákat akarok csinálni, meg mit akartam még csinálni? Ja, blokkokat eltüntetni. Ezt csak így kell craftolni, így kapom a lámpát. Aha. Egyelőre elég lesz a 16 darab. Majd 32. És ez mi a enderélyes gép, szerintem kell neki áram. Ide le is hajtom. Még új kábelt nem hoztam. Nem maradt, de! Van nálam kábel, nem kell szaladgálni, repkedni. Jó, azt mondja egy ilyen gép. Kapja az áramot. Hogy is működik ez a gép? Ó, kellenek bele ilyen nyúlságok. Fú, mi is annak a neve? Annak a neve, amit be lehet színezni.
Még hogy csak ennyit kéne átnéznem. Meg remélem ez adja hozzá. Van egy blokk, ami bele kell rakni, és az veszi át a másiknak a színét. Azt rá lehet rakni kábelekre, de kíváncsi vagyok simán csak a glowstone-t. Nem, melyre kell rakni a... Miért árt ez a gép? Hát, álljál le! Hallottam, hogy a háttérben, hogy nem megy. Na nézzük. Tanulgatom itt a dolgot, hogy mit kéne csinálni, mit kéne összerakni. Csak pont ezt nem néztem meg, hogy... Az a baj, sok mod itt van. Úgyhogy ezt innen ki is törlöm. És csak az enderiósat nézzük. Megkérdezem már, ha már feljött a szerverre. Na, Ender, jó. Ez az kondoid. Az pedig, hogy is kell kraftolni. Mondói. Konduit. Ja, csak ezt kell berakni. Az meg van bőven már. Gyártottam annyit. Nem hagytam itt. Na. Ezt még itt bemutattam. Itt van, bőven csináltam. Múltkor égettem ki. Itt 8 darab. Ha. Kedv lesz is bőven, úgyhogy fogok még égetni. Egyelőre ennyi. Csak tesztelésképpen. Jó, azt mondja, hogy hát mindenki derül, hogy ezt ide, ezt meg ide fordítva, így. Így elvesz egyet, és a megadott blokkból átszínezi azokat.
Jó, hogy Glowstone bolást gyártottam ennyit is, csak ezzel kellett volna, de mindegy. Jó, nem kell nekem olyan sok. Egyelőre. Ilyen cobblestone-ból csinálok egyet, és akkor megnézzük, hogy itt van, hogy ebből tud-e csinálni. Ilyen, nagyszerű. Jó, elég volt abból kettő. Már megint el az inventory, de nem szeretem, amikor itt el vagy pakolva. Megfogom. What? Ja, a kábelre kell ránézni, és úgy kell lerakni. Így lerakta, előveszem a wrench-et, és akkor láthatom a kábelt, így tudom akar állítgatni, és meglátom az összes kábelt. Ha végig lenne itt például a falba, ez a konduit, amit konduit feszeli, amely eltakarja a kábeleket, akkor ha rákattintanánk, vagyis ránéznénk, akkor itt lehetne végig látni. Így jól lehet állítgatni, meg lehet nézni, hogy jó van bekötve minden, nem kell azért szétítni a blokkot. Ez azért is jó. Illetve nem is ilyet akartam volna gyártani. Másképp kellett volna. Na mindegy. Kipróbálok egy lámpát. Az hittem a csákány van nálam. Nem így kellett volna lebontani. Ja persze, azért nem paraszkodik a lagokra, mert van egy pár száz fontos gépe. Hát az persze, hogy nem laggó. Ez így nem jó. Nem is ezt kellett volna. Hogy is kéne a lámpákat? Azt nem lehet megoldani, úgyhogy ezt erre színezem. Ilyet kérek, és ilyen lesz. Dehogy is nem. Tökéletes. És remélem, hogy így világítani fog. Nagyszerű. Annyi, hogy itt lesz ilyen keret csizálással, az olyan nem olyan jó. De legalább világítós blokk. lehet megcsinálom. Na végül is most meg bemutattam, hogy hogy lehet a lámpát megcsinálni. Bemutattam ezt a gépet. Ezzel a részt le is zárom. Ezt miért nem szedik ki? Biztos betelt a barja. Még azt megnézem. Szerintem zárom a részt, mert nem tudom. Ez most miért állt le? Na mindegy, utána járok, hogy most miért ártál, miért nem szívja kifele. Illetve majd mindjárt folytatom a következő része, majd nektek az hónap lesz. És akkor itt mókolok, befejezem egy-két dolgok. Na, köszönöm szépen, hogy végignéztétek a epizódot.
illetve a 20. epizódot. És akkor holnap jövök a következő résszel. Illetve hétfőtől jön majd az UHC sorozatot rakom ki. Nem tudom, hány részes lesz, mert még nem játszottuk le. Majd ha lejátszuk már az 50 fős UHC-t, akkor majd rakom ki fel a részeket. Hétfőtől az lesz szerintem. És ha vége megint az UHC sorozatnak, akkor jön majd a... Megint folytatom ezt a DV20-as sorozatomat. Na, még egyszer köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat. Sziasztok!